A berendezések és az árucikkek már a helyükön, minden kész a nyitáshoz. Budapest, Győr, Pécs, Kecskemét, Szeged és Debrecen után Nyíregyházán szerdán nyílik meg a nagy közönség előtt a bútor és lakberendezési nagyáruház 9. magyarországi üzlete. A Szabolcsi megye székhely mellett számos dolog szólt. Nagyon fontos volt, hogy ezt a fajta vonzáskörzetet, ami akár határon túlról érkező vásárlók, akár másik megye, gondolok itt mondjuk Tokaj városára, vagy Sárospatak városára, bevonzuk és megmutassuk a legújabb trendeket. A most nyíló nagyáruház épülete évekig üresen állt, korábban egy barkácsáruház működött benne. A felújítások során egy teljesen új homlokzati képet alakítottak ki, az épület új külső és belső világítást, hangosítás technikát, logisztikai központot, valamint áruházi eladó tér kialakítást kapott. Az áruház ugyanakkor a vásárlók kiszolgálásán túl a térség fejlődéséhez is hozzá szeretne járulni. Több mint 40 új munkahelyet teremtettünk, illetve nagyon eltökélt, fontos célunk, hogy a szakképzésben részt vegyünk és jelen legyünk a kereskedelmi szakképzés és a logisztikai szakképzés tekintetében. Tehát minél hamarabb, úgyhogy nyilván a tanév miatt a decemberi nyitás nem optimális, de a következő fél évtől várjuk a jelentkezőket, akik kereskedelmi és logisztikai területen dolgoznak. A szakmai gyakorlat biztosításával az is cél, hogy az utánpótlást is kineveljék a munkatársak körében. Az áruház éppen ezért már a jövő évben szeretne minél több oktatási intézménnyel együttműködést kialakítani a közös képzések érdekében.